Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, most megérkezett Saint Juice személyében a következő birthday-es kártyánk, akit SBC-ből lehet kiszedni. Hát ilyen 400 ezer körüli ára van, és... ...86-os csapat kell hozzá, kell egy 84-es csapat, egy informal és egy 83-as. Hát egy picit azért túlárazott, egy picit túlárazottnak gondolom, de nézzük meg a statisztikáit részletesen. Így ránézésre egyébként tökre rendben van ez a lap. Talán ugye lesz egy-két statisztika, amikor átnéztem ezt a lapot, amiben benne lehet kötni. De összességében egyébként mondható talán metavédőnek, vagy nem tudom. Tehát, hogy rettentően gyors, nincs baj a dribblingével. Azon belül egy-két stattal van, de agility balance az jó. És talán még az agressziójába lehet belekötni, de majd mindjárt végigmegyünk ezeken a statisztikákon. 5 csillag skill move-ot kapott, ami számomra annyira nem jelent sokat. Egy CB-nél inkább lett volna a weak footja 5-ös, 184 cm magas, medium low work rate. Hát igen, azt nem mindenki szereti, tegyük hozzá, hogy a támadó work rate-je a magasabb, és lean body type-os, ami szintén egy CB-nél nem annyira megszokott ez a lean body type. Ugye mondjuk mellé raksz egy boltenget, hát olyan kétszer akkorának fog tűnni a bolteng hozzá képest, de igazából ha azt nézzük, ugye pont azért szeretnek sokan szélsővédőket használni, akibe ez alap igazából nem rossz, hogy gyors, jobb agility balance és egyéb dribbling mutatók, mint egy CB-nél, és általában jobb a passzolás is, és igazából itt sincs vele gond, mellette nyilván lehet találni egész sok, most már egész sok olyan CB-be való szélső lap van, ami tényleg itt is jumping nagyon jó. Igazából a strength-en annyira nincs is gond, talán az agressziója, ami nálam annyira nem nyerő, abban azért bele tudok kötni. Védő statisztikái teljesen jók, igazából, hogyha nem szeretsz annyira becsúszkálni, akkor nem lesz vele gond, de nyilván a becsúszásai nem a legjobbak. És talán a dribblingnél én, amiben bele tudnék kötni, ez a reakció. Az 82 azért nem az igazi, és CB-ben én tökre szeretem azokat a CB-ket, ahol magasabb az a reakció statisztika, illetve composure se az igazi. Az is kicsit olyan kevésnek mondható, és ezt nem is lehet nagyon boostolni. Úgyhogy... De emiatt nem tudom. Igazából... Nekem egy kicsit... nagyobb negatívum ez, mint... így gondolnám, mert tényleg amilyen kell, az megvan, ezen kívül composure, agresszió és számomra még a reakció. Ez a három statisztika, hogyha magasabb lenne, akkor nagyon-nagyon jó kis védő lehetne, de így is gondolom, hogy mivel nem tudtam még kipróbálni sajnos, meg ellene se játszottam, így igazából nagyon nehéz nyilván fejtegetni, ezért is csak véleményt mondok róla, mint ahogy a legtöbb lapról. Az eddigi tapasztalatok alapján igazából szerintem abszolút használható CB, sőt, nyilván ezért is áraszta ennyire be az EA, hiszen rettentően gyors, ligán belül nem is nagyon van szerintem ilyen gyors CB, meg ugye játékon belül se, szóval ha ezt nézzük, akkor tényleg annyira nem hiszem, hogy megfutogatnák, de nem tudom, azért nem is az a full CB, mint mondjuk egy Boateng, és így ránézel, és így fizikálisan abszolút rendben van, stb., de mégse az a CB. Úgyhogy ez a pár negatívummal, igazából nézzük meg, hogy milyen alternatívák vannak rá, főleg ligán belül, ami egyébként nem is kevés, tehát német ligában egész szép számban fordulnak elő más ligákhoz képest, tök jó védők, szóval megnézzük ezeket is, és egyéb alternatívákat is, nem feltétlenül csak CB-ket, hanem olyan lapokat, amiket lehet használni CB-ben, hogyha esetleg valakivel kicseréled. Ilyen például a Delaney,
lapja is. Ezért is raktam őt ide. Igazából Shadow-val egy nagyon-nagyon jó kis CB-t kapunk az ő személyében. Teljesen jó áron, sőt nagyon jó áron. Aki ugye eladható is ráadásul. Hydro Worth-ét, ami nagyon jónak számít, szóval igen, a Delaney az ilyen téren nagyon jó kis lap. A másik ilyen pedig a Zakaria, aki CDM-ből abszolút nagyon jó kis CB lehet. Az ő statjainál is igazából kell rá a Shadow. És én használtam ezt a kártyát, egyedül tényleg nála is az ugrás, de fizikálisan nagyon rendben van, dribblingen sincs olyan nagy gond. És egyéb statjai is teljesen jók, igazából ahhoz, hogy CB-t játszom. Oké. Nézzük akkor azokat az a CB-ket igazából elsősorban, akik szóba jöttnek, mint alternatíva. Nyilván Tapsoba, egy nagyon-nagyon jó kis CB in-game. Alaba is, ugye ő még fejlődhet is, szóval ezért is van itt ez az árazás. Aki nagyon szépen feljött egyébként így. Először kicsit kinevettük ezt az Akanji lapot, de annyira szépen felboostolódott basszus, hogy nagyon-nagyon jó CB lett tényleg. Ő is tök gyors, jó passzolása van, agility balance, rendben van, nagyon jó reakció. Ami igazából a St. Juice-ből hiányzik, az itt rendben van, szóval legalábbis számomra. Body type-ja is jobban tetszik, hogy így CB-ben ezért szeretek olyan játékos használni, akinek van kiterjedése is. Bár ez néha nem jelent semmit egy Neymar vagy egy Messi ellen, ez tény. Ugye szóba jöhet még Klostermann, ez alap már nem fog fejlődni, de nagyon gyors ő is, tehát tudjuk jól, hogy Klostermann a játék eleje óta ott a gold lapja is nagyon ütős volt, és ez a lapja is szerintem használható. Upamecano-nál a stamina alacsony. Ez az egy baja van ennek a kártyának, illetve itt is a dribblinggel vannak talán problémák, de ezen kívül egyébként nem rossz ez az Upamecano lap. Jött Sven Bender is, Boateng is, bár nálam Boateng már SBC-be ment, mert nem tudom már beépíteni a csapatba, és annyira nem is tetszett nekem. Egyéb alternatíva még RB poszton, hát a Lars Bender az nagyon jó CB-be is, Mbabu is szintén nagyon jó. És hát, hogyha valakinek még megvan ez a Limer lap, akkor akár azzal is lehet próbálkozni, de Bender és Mbabu az tényleg nagyon jó CB. És van még talán egy-két lap, a Günther, igen. Günther lapja is nagyon jó CB-be, és ő aztán tényleg nagyon-nagyon gyorsnak mondható, bár ő stocky body type-os, szóval ott azért lehetnek problémák, úgyhogy... Hát én azt mondom, hogy próbáljátok át az alternatívákat, hogyha esetleg német ligába gondolkodtok CB választáson, és utána döntsétek el, hogy nektek kell ez az SBC, nyilván, hogyha ki tudjátok hozni olcsón, és úgy vagytok vele, hogy egy darabig elég lesz, akkor hajrá! Kis kompromisszumokat kell kötni, de összességében szerintem elégedettséggel lehet használni ezt a játékost, hogyha kirakjátok, tényleg Anchor, Shadow, ez a két cam style, ki kell próbálni mind a kettővel, és az azt hiszem jó lehet, de nem mondanám a játék legjobb védőjének összességében, de mindenképpen a jobb kategóriába sorolnám. Úgyhogy köszi szépen a figyelmet, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és találkozunk a következő videóban, ne felejtsetek el bekövetni YouTube-on, Twitch-en, találkozunk az élőadásokban. Sziasztok!